A hajdani magyar és horvát válogatottól a Fradin és az Újpesten át a PMFC-ig számos kiváló csapat eljött Kozár Michelinbe. Persze nem egy nemzetközi labdarúgó torna helyszíne volt a baranyai település, hanem gyerekkori szenvedélyüknek, a gombfocinak hódoltak a résztvevők. A mecseki Bad Boys gombfoci klub rendezett három érintéses retro tornát. Ez nem szektorlabda, szögezik le kezdésként a szervezők. És ugyanaz, mint a gyerekkorunkban volt, tehát teljesen ugyanazok a csapatok, a játékosok. Annyi a különbség, hogy ezt nem lehet üzletbe kapni, ezt úgy gyártatjuk, meg úgy szerkesztjük a képeket. 10 mezőnyjátékos van, egy kapus van, ugye les az nincs, tehát itt, és ugye, tehát akkor annyi majd, amikor mondjuk elhagy a labda a játékteret, kirúgás van, vagy olyan játékszituációk, lehet állítani. És akkor, tehát igazából ezt mindig a sakkhoz tudnám hasonlítani, mert tehát tök nagy taktikai elemek vannak, meg gondolkozás, hogy tudunk túljárni az ellenfélnek az eszét. És akkor a lebonyolítás, az most nálunk úgy zajlik, hogy csoportküzdelmek vannak, első kettő felsőágra jut, a másik utolsó, tehát a harmadik, negyedik, meg az alsóágra, és ott is lesz egy külön kupa most, tehát hogy mindenkinek azért legyen egy sikerélmény a vége. Úgyhogy tehát megpróbáljuk végig érdekes léten, és minden helyezést kijátszunk, tehát a 31-et is. A tornára az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, összesen 32-en. A szervező mecseki Bad Boys gombfoci klubot egy Kozár Michelinnyi és egy magyar széki, három bonyhádi és négy pécsi játékos képviselte. Szerintem, aki itt van most ezen a versenyen, az mindenki gyerekkorába kezdte. Mindenkinek hosszabb idő kimaradt valószínűleg, nekem is egy olyan 30 év durván, és most elmúlt 4 évben kezdtem újra ezt a játékot, és most az idei évben alakultunk meg itt a helyi művelődési házban, és itt most elkezdtünk újra így gombfocizni. Klubba alakultunk, olyan mondva csinált klubba, nincs még lepapírozva, de igazából egy ilyen 8-10 össze szoktunk jönni, és akkor heti rendszerességgel játszunk. Kicsit más a játék, mint a gyerekkorunkban, amit játszottunk, akkor igazából az volt, hogy egyet én lövök, egyet a másik lő. Most itt kicsit taktikusabb a játék, mert most már lehet támadásokat vezetni, háromszor jön az egyik fél, háromszor a másik fél. Vannak szabályok, amit meg kell tanulni, de nagyon könnyen tanulható. A tornán nem csak felnőttek vettek részt. Soma remekül küzdött a nála 30-40 évvel idősebb játékosok ellen a 2x8 perces meccseken. Apával kezdtem 4 éves koromban még. Nagyon megtetszett már elsőre a játék. Mondta nekem, hogy gyerekkorában ő is gombfoszizott. Már akkor megtetszett. Kiderült, hogy egész jó vagyok benne. Nagyon jó gombfozisták vannak, igazából mindenki nagyon jó. Hát szerencsére fel tudom velük venni a versenyt, de nagyon nehezen azért. Hát első vagyok a csoportban 13 ponttal, de ez is nagyon nehéz volt, legnehezebb csoportban voltam. Nehéz versenyzőkkel játszottam. Én horvát válogatottal vagyok, 2018-as VB-ről. A nap díszvendége Megyeri Károly volt, aki a PMSC csapatában mutatkozott be az élvonalban. Az 1979-80-as idényben 7 bajnoki mérkőzésen szerepelt. 1985 és 91 között 161 bajnoki találkozón lépett pályára és 7 gólt szerzett. Tagja volt az 1985-86-os idényben bajnoki ezüstérmet és az 1990-ben Magyar Kupa győzelmet szerző gárdának. Jelenleg a Mohácsi Körzetközpont vezetőjeként az utánpótlásban dolgozik. Gyerekkoromban gondolom nagyon sok gyerekkel együtt én is üztem ezt a sportágat, nyilvánvaló nem ilyen szinten, mint amit most látok, de gyakorlatilag mi akkor a padlón vagy a szőnyegen ugyanígy az alapokat elsajátítottuk. Egy élmény volt, amikor beléptem a terembe és ennyi asztalt láttam, nekem ez már egy nagy élmény volt, és nézve itt a játékot, megmondom őszintén, vannak nyilvánvaló profik és még profibbak, de hihetetlen ügyesek, és én most megígértem, hogy magamba szívom ennek a tudást, és akkor majd elsőjén, hogyha lesz októberben Pécset egy következő kupa, akkor szeretnék én is részt venni. Gyakorlatilag én most második éve Mohács Körzetközpont szakmai vezetője vagyok a Bozsik programban. Az a feladatunk, hogy a tornákat, fesztiválokat szervezzük hétről hétre, illetve a tehetséges gyerekeket kiválasztjuk a 10-11 éves korosztályokba, és próbáljuk ugye itt a PMSC, illetve a megyei kiemelt csapatokhoz irányítani a tehetségeket. A gombfociban ilyen a gólöröm. Tényleg! Tényleg! Tovább!
A mecseki Bad Boys Gomfoci Klub várja az érdeklődőket. A csapat péntekenként tart tréningeket, egyik héten a Kozár-Mislenyi Művelődési Házban, a következő héten pedig a Bonyhádi Városi Sportcsarnokban 16 és 20 óra között. A következő két országos esemény Budapesten lesz. A szeptember 17-ei a Reac stadionban, az október 8-ai helyszíne pedig a Köki terminál lesz.